újabb színeket keverni egy nyári kalotaszegi falu életébe, kísérlet, de felelősség is egyben. Aki képzőművészeti tábor szervezett szinte festményből előlépő településen, óhatatlanul a teremtés útjára lép, és Mircea Eliade szavaival otthonos kozmosszá szervezi a káoszt. Nem csoda, ha ilyenkor a résztvevők úgy érzik, megállt az idő. 23. alkalommal szervezik meg Zsobokon a festő és fotótábort. Mi a titka annak, hogy az ide visszatérők nem unják meg ezt a tábort? A Zsoboki tábor 23. éve, hogy működik ebben az idén, és én azzal a céllal indítottam el 96-ban, hogy ismerjék meg Kalotaszeget, meg volt egy olyan negatív élményem Magyarországon, hogy kérdezték, hol tanítok, és mondtam, hogy Zsobok, hát az hol van, és Zsobok, és Kalotaszeg, hát arról se hallottak. Na gondoltam, akkor ismerjétek meg. És első évben meghívtam magyarországiak, csak őket. Aztán azok küldték az ismerősöket. Jött ez is, az is. Akkor nekifogtak azok a művészek is jönni, akik innen elszármaztak, de Magyarországon élnek. Így nagyon sok híres művész volt, Árkos István például, aki a mi házunkban lakott, akkor Bencsik János, aki szintén Kolozsváron ment ki, Kádár Tibor, aki most Veszprémben él, és sorolhatnám. Van Apácánk is Debrecenből, de sajnos ott imahéj kezdődött, és a tegnap nagy sajnálatára haza kellett menjen, de ő már pénteken itt volt, hétfő helyett, hogy tudjon dolgozni. Ő az egyedüli művész, aki Selyemre festi meg Kalotaszeget. Tehát a célom az volt, hogy Kalotaszeget bemutassák mindenféle technikában. Van itt szobrász, van itt agyagos, van itt fafaragó, festő, grafikus, Selyemre festő, tehát mindenféle technika megtalálható. Modern is, klasszikus is. Éjszaka születtek az első ecsetvonások, nagyot haladt már a művésznő. Milyen irányban halad ez a kép? Nem kimondottan realisztikus képet akarok, inkább egy olyan elvontabb témájú, de magát a kalotaszegi viseletet és jellegzetességet akarom tükrözni, visszaadni ebbe a képbe, hiszen majdnem minden nap itten tanúi vagyunk a helyi jellegzetességeknek, úgy épületek szempontjából, mint a viselet szempontjából, aztán a tiszta szobáknak a nagy csodálói voltunk itten Kalotaszegen, Zsobokon is voltunk, több helyt benéztünk az évek során. Ez most, ez a kép ezt akarja egységesen visszaadni, magát a kalotaszegi kaput a háttérben és előtérben egy kis népviseletet. Lesz-e vajon arcuk a lányoknak? Kimondottan személyre szóló arc nem. Ha jól látom, ez egy fametszet, ugye? Így van, ez egy fametszet lesz. Először tehát ráviszem a fára az elképzelt kompozíciónak a negatívját, amit kifaragok. Utána pedig nyomdafestékkel lefestem, és megcsinálom a lenyomatot, tehát megjelenik majd a pozitív kompozíció. Azt hiszem, hogy nagy türelem kell ehhez. Hát attól függ, hogy milyen a téma. Ez például tényleg nagy türelem kell, mert elég nehéz zsindelyezni az. De vannak egyszerűbb összeállítások is, amiből mondjuk nem kell annyit dolgozni. De ezt így képzeltem el, ez a farnasi harangláb mellette a templommal. Ez lesz belőle. Mi vajon a titka Zsoboknak? Mi az, ami a festőket ide hozza már 23. alkalommal? Hát véleményem szerint az, hogy hát mivel Zsobok egy gödörben található, ezek a gyönyörű tájak, és ez a csendesség. Kapukat mit festenek, mit láttatok ti fiatalok, hogy mit csinálnak ilyenkor a festők? Hát én tegnap három festményen azt figyeltem meg, hogy ilyen fejfákat festenek, így dombokat, és ilyen kalotaszegi kapukat. Most egy kicsit azért is dolgozom ezt a kazettás mennyezetet, egyfelől engem érdekel a téma, másfelől, mivel az elmúlt hónapban annyi eső volt, most egy kicsit be vagyunk szorulva, úgyhogy nagyon, én inkább ilyen tájkép festő vagyok, mondjam úgy, vagy nagyon szeretek kint festeni.
Mivel beszorultam, és érdekel a téma, épp most voltunk a mai nap Kispetribe, és megtekintettük a templomot, láttuk, hogy nincs egyetlen egy festett kazettás templom. A kérdésünkre az volt a felelet, hogy ez ott van Magyarországon a Népművészeti Múzeumban, tehát az idősebb Umling Lőrinc festette őket. És nem tudom, engem ez a téma úgy megfogott, nagyon szeretem ezeket az ornamentikákat, ezeket a virágos díszeket, úgyhogy én kedvemetlenem benne. Így most meg szeretném kérdezni, hogy vajon ez a kazetta festés, ez egy külön műfaj? Hát ez egy külön műfaj, mert régebben ezt csak a festő asztalosok készítették, tehát volt egy ilyen, úgy tudom, hogy egy ilyen törvényben nem engedték nekik, hogy például a falra fessenek, tehát fára bármikor, és akkor így kialakult ez az ő sajátos festészetük, úgyhogy szerintem nagyon jó művesen csinálták. Hány kazetta születik majd a tábor során? Hát erre nem tudom megmondani, attól függ, hogy milyen kedvem lesz, nagyjából minden alkalommal festek egyet-kettőt. Ez tölgyfa, a tölgyfa keményebb, általában nagyobb munkákra használták, illetve az épületek tartószerkezetének, mint oszlopok, gerendák, ilyesmi, vagy a temetőkertek díszítésére, ugye, mi azt mondjuk, hogy fejfa. Kalotaszegen úgy mondjuk, hogy nem kopjafa, más a jellege, hanem fejtől való fa, fűtől való fa, fejfa. Ez fejfa lesz? Nem, ez egy kicsi emlékoszlop, tehát a témához igazítottuk, mint hogy Mátyás év, idézőjelben Mátyás év, és akkor egy ilyen kompozíció, egy kis reneszánsz motivumokkal, amit lehet látni. Hát az indás, meg ezek ilyen abból a korból való motivumok, az például a díszítése, a háttér az ilyen brokát, meg ilyen, tehát ilyen reneszánsz motivumok. Én is úgy ülök le egy fehér vászon elő, hogy szűzként figyelem és nézem, és gondolkozom rajtam, hogyan is hozzam össze a képi világát, a rajzolatát és a színvilágát. De a legtöbbször azért a hely sajátossága és az átélt élmények nagyban meghatározzák azt, hogy milyen formája, milyen színösszetétele lesz annak a képnek, és tartalmilag nagyon kötődik ahhoz a tájhoz, ahhoz a világhoz, ahhoz az élményhez, amit átéltem az előtti órákban, vagy ma voltunk például egy kiránduláson Nagypetriben és Kispetriben, és onnan jöttem feltöltődve, és valószínű, hogy ez a zöld onnan ered. Én szerintem, ha lelkiismeretesen és tudással feltöltödve fogsz hozzá egy műhöz, akkor az anélkül, hogy törekednél a harmóniára, az összességében kell sugározza azt a tökéletességet és azt a harmóniát, amiről beszélsz. Absztrakt művészet a Kalotaszegen. Hogyan talál be a te színvilágod és formavilágod ebbe az etnó környezetbe? Hát félig az absztrakt, de máskülönben népi bútorfestésből mentem át én a képzőművészet felé, és amúgy székelyföldi vagyok,
és Gyémesekbe hívtak el egy festőtáborba, majd tanügyi alkalmazottként, mert könyvtáros voltam egy általános iskolában, lehetőségem nyílott, hogy a Bolyai Nyári Akadémián keresztül művészeti képzésben részesüljek, és 10 éve fogtam gyakorlatilag neki, az ott lévő művészektől, ott lévő rajztanároktól tanulgattam, akkor táborban voltam, vagy 4-5-ször Gyémesekben, utána Mezőségen, és 3-szor vagyok Zsobokon, hála jó Istennek, mert nagyon szeretem ezt a környezetet, ezt a tájat, a református templomokat, amúgy presbiter is voltam 20 évig, tehát valahol összegyűl bennem a népies, a vallásosság, de mivel a népi bútorfestés úgy kötött, én úgy érzem, hogy akkor kezdtem kiszárnyalni belőle, mikor nekifogtam a képzőművészetnek. De valahol megjelennek nekem a madaraim, a virágaim, tehát teljesen nem szakadtam el a népi kultúrától. Most, hogy megint egy falusi környezetbe jövögetek festeni, akkor megint lassan visszaszokok a falusi környezethez, a népi kultúrához. Amúgy hagyományőrző házom van Kükölőkeményfalván, tehát teljesen nem zárkozom el a népi kultúrától sem. Először az volt az érzésem, hogy itt ketté szakadt a táj, de azt hiszem, hogy tévedtem. A táj lehet egy metafora is, mivel a Mátyás királyt, ugye tematikát próbáltam a helyi tájba bele tenni. Mátyás királynak az egyik mesébe van egy olyan mondat, hogy ebb az, aki nem eszi meg a kanalát. Ezért egy kutyát választottam modellnek, aki viszont a teste próbál úgy a tájjal azonosulni. És igazából ez a kettőnek a, ami, tehát hogy nem szétszakadt, hanem tulajdonképpen egyesül a táj. Nem gondoltál arra, hogy a kettőt egymás mellé helyezett, és egy üres csíkot hagysz benne, épp úgy, hogy az lenne a Mátyás emlékre, egy tükör Mátyás király felé? Még nem gondolkodtam el rajta, mivel még nincsen kész ez a munka, viszont hogyha már így felmerült ez, akkor akár el is játszadozhatom ezzel a gondolattal, úgyhogy majd kiderül, hogy hogyan sikerül adaptálni ezt. Kós Károlyt mintázza éppen, és Kós Károly van előtte, és mögötte pedig egy szürrealista torzó. Hogyan fér össze ez a két kép egy ilyen etnó táborban? Hát első alkalommal vagyok itt, és ilyen elvontabb dolgokra gondoltam, de aztán így a többieknek a hatására, meg amúgy bejártam a falut, és úgy tűnt, hogy akkor helyén való, hogyha egy kicsit ilyet is. Először megalkottam ezt a pártás kislányt, akit azonnal a kollégák elneveztek falutaszegi Madonnának, de az így fog meghalni. Akkor másodiknak a fénykép után ezt a Mámikát, akit nem ismerek, nem tudom ki lehet mi lett, ami ezt is egy fénykép után mintázta. És akkor egy három az igazság, harmadiknak egy Kalóta szegény nagy embert, a Kós Károlyt, és ezzel azt hiszem, hogy ezt a témakört be is fejezem. Az ablakban látok viszont egy torzót, az micsoda, mert az nem Kalóta szegi? Hát most viccesen mondhatnám azt, hogy Mátyás király év van, és akkor az a Mátyás király ez a valóban. De a valóságban egy ilyen szürrealista, elvont, lóvágta, végülis itt a dinamizmuson van a hangsúly. Eredetileg ilyeneket akartam csinálni, de itt ez a helyhez jobban illenek most pillanatnyilag, amiket velünk tettem. Otthon érzi magát itt Zsobokon? Nagyon, nagyon, viszont meglepően nehéz, így szobrász nem jelben vagyok én itt egyedül, annyi mindenre szükség van, és akkor improvizálni kell, és akkor nem hoztam ezt, és nem hoztam azt, és nem hoztam azt, hogy itt kudulászok, de
amúgy nagyon kellemes rá is, és remélem, hogy ha még hívnak, még jönni fog. Az élmény az mi lesz, az alapélmény, amivel elmegy innen? De megállt az idő. Itt szívesen jönnek, akik innen elszármaztak, és itt találkoznak, és azt mondják, ezt nem lehet megfizetni Pesten. Például Árkos is mondta, Bencsik is. Egy gyönyörű világ alakik a Rozsadombon, de ugye senkiben nem teszi a lábát. És az egy olyan dolog, hogy Tóth László például, aki Németországban él, de meghalt 3 évvel ezelőtt, hogy egyik szobából átmegy a másikba, te ezt hogy kell, azt más, olyan ott nincs, ott zárják be az ajtót. Tehát ez egy találkozó, és ezért jönnek szívesen. Összesen most már mondhatom, hogy 140-en voltak, mert a 20 éves évfordulón 130-an, de azóta jöttek. Most próbáljuk az utánpótlást itt Zsobokon felkészíteni a fiatalokat, hogy valaki majd utánunk vegye át. Tehát legyen egy folytonossága.